Ágyi Balázs, jazzdob előadó művész, zeneszerző, zeneoktató, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Legaktívabb formációja a Bágyi Balázs New Quartet, amelyel világszerte koncertezik, a csapattal elsősorban saját szerzeményeit adja elő. Most is egy erdélyi koncertturnéra készülnek, így Balázzsal a zenekari próba előtt beszélgettünk. Van az a mondás, hogy a dobos a zenész legjobb barátja, és akkor ugye van, aki ebből tovább tud fejlődni. Hát az, hogy én jazzzel foglalkozom, az gyakorlatilag, ha úgy veszem, akkor a televíziónak köszönhető, mert annak idején kamaszkoromban volt egy ilyen sorozat a tévében, hogy a Pori Jazz Fesztiválról adtak koncerteket, akkor még volt a televízióban erre büdzsé, meg igény, hogy egy egész stábot kiküldjenek ezekre a jazzfesztiválokra. És akkor az éjszakai idősávban mentek ezek a koncertek, én meg fönnmaradtam, és néztem a televízióba, és teljesen magával ragadott ennek a zenének az atmoszférája, meg a szabadsága. Megragadott a jazznek a levegője, akkor szeretem volna menni a jazz tanszakra. A mestereim között mindenképpen meg kell említeni Kőszegi Imrét, meg Zsoldos Bélát, Nesztor Iván mellett, akiktől fiatal koromban tanultam. Ja, azt tudni kell, hogy én Pécset születtem, és ott is nőttem föl, és akkor jártam föl 2 évig, vonatoztam Budapestre, aztán felvettek a jazz tanszékre, ott lediplomáztunk, az már elég régen volt, és aztán egy ilyen önmenedzselési folyamat beindult. Hát alapvetően, ami az én zeneszerzési munkáimnak is a terepe, az a Bágyi Balázs New Quartet. Ugye ez azért lett New Quartet, mert 2004-től 2011-ig volt egy eredeti Bágyi Balázs Quartet, egy teljesen más zenei koncepcióval, az egy ilyen folkosabb, ilyen etnojazzesebb cucc volt, és most inkább ilyen kortárs, klasszikus zenei elemek vannak benne. Tehát ez az első számú zenekar, ami egy műhelyként működik. Aztán tagja vagyok most január óta a Gáspár Károly triónak, mint állandó dobos, illetve van egy formációnk egy orvosbarátommal, Dr. Jazz Duo címen. Az egy boogie-woogie duo egyébként, zongora dob. És korábban voltak más formációk is, illetve meg kell említenem egy olyan különleges formációt, ami időszakosan működik ugyan, de hát 2007 óta az csak jelen van az életem, az Eastern Boundary Quartet, ahol Borbé Mihályal ketten vagyunk magyarok, és 2 amerikai zenésszel játszunk. Bágyi Balázs idén elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, aminek segítségével a zenepedagógia területén szeretne eredményeket elérni, méghozzá úgy, hogy egy online elérhető oktatási anyagot hoz létre jazzdobosok számára. Nagyon régóta tervem volt az, hogy egy hiánypótló, komplett oktatási anyagot csinálok a jazzdobra, 2 nyelven, magyar és angol nyelven, és eddig még erre se idő, se forrás nem jutott, de ezt most meg fogom tudni valósítani az elkövetkezendő 3 évben, amiről ez az ösztöndi pályázat szól. Tehát ez egy részben egy oktatási projekt, másik részben meg a saját szerzői zenéim, a kíséreti hátterét, a ritmikai hátterét fogom elemezni, meg azt mutatom be, és azt próbálom közérthetővé tenni. Én azt gondolom, hogy ezek az anyagok, amik ilyen kis mini videó formájában fognak létrejönni, ezek azért főleg a haladó és a középiskolai korosztálynak fognak nagy segítséget nyújtani a jazzdobolásban. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Bágyi Balázs jazzdobos vagyok. Ez itt pedig egy dobfelszerelés, erről a hangszerről lesz szó
ebben az oktató videóban. Én igyekszem úgy működni, mint egy ilyen jó terapeuta. Tehát, hogy rávilágítok azokra a területekre, amik alul működnek, szerintem, és akkor arra teszek javaslatokat, erre megvannak a metodikák. Ezen kívül meg én próbálok inspirálni. Tehát a saját karrierem által is, pszichológusnak is kell lenni, mert ugye azt kell tudni, hogy azért ez nem egy szóló műfaj, a dobolás. Alapvetően ez egy zenekari működés, tehát valamilyen fajta társas együttlétet is feltételez. Dobos alapvetően, vagy ahogy az emberek fejében él, egy háttérember, aki hozza a ritmusától. Ez zenénként különböző, de ma már egyre inkább jellemző az, hogy a dobosok líderekké, azaz vezetőkké válnak, és nehogy Isten saját zenei koncepcióval rendelkeznek, és ezen kívül még zeneszerzők is, és akkor kompletten irányítanak egy produkciót. Engem mindig is érdekelt az, hogy ne csak dobosként vegyek részt a zenében, hanem zenészként. Sőt, aztán egy idő után az is, körülbelül olyan 28-30 éves korom tájékán, hogy a saját hangomat tudjam hallatni. Tehát, hogy a saját szerzeményemet játszok, és a saját lelkemnek a kivetülését tudjam a hallgatósághoz közvetíteni.